Szakó Gábor 30 éve gyűjti anekdótáinkat, és magyar rémmese címen közlő őket. Eddig hat kötet tett közzé. Tóth Béla 19. századi gyűjtőnyomát követi, de közben a saját írói útját is járja. Megtörtént eseteket keretbe foglalja, ahogy Bokacsó vagy Navarrai Margit tette? 2006-os, 56-os. Szépasszony barátai döbbenten mesélték tapasztalataikat, hogyan, és miként támadtak meg minden fölszólítás nélkül rendőr, egyenruhás, pajzsos csapatok, védtelen embereket, akik békésen ünnepelni próbálták az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Elhangzottak személyes élmények is. Édes szájú lóorvos például feleségevel együtt kijött a Deák metró megállóból. Még körül sem néztek, amikor az asszonyt egy hatósági gumilöbedék lábon talált. A szomorú események tiszteletére böjtött tartottak. A nagy hírű borok demizsonokban pihentek a pincében, a legendás sütemények és szendvicsek alkatrészeik szerint zacskókban, dobozokban, és mindegyikben várakoztak a jobb időkre, hogy hivatásokat betöltsék. A televízió is megjelent a társalgásban. Természetesen nem a maga eleven hideg valójában, hiszen szép asszony ilyen tárgyat nem engedett be az otthonába, hanem a piariste matematikus Zsolt úr elbeszélésében. Bevallom rossz szokásom, de október 23-án bíz, kattingattam a távkapcsolót. Az egyik kereskedelmi kloáka betelefonálós műsorában megütötte a fülemet egy különös idős női hang. Ismerős, mert bizonyos irányságú adók szakszerűen elfogult riportereivel gyakorta szokott csevegni. Mik nem derülnek ki róla, Zsolt atya? Csóvált a fejét édesszájuló orvos. Hát még a barát barátnőmről, folytatta a melák Szó szerint a következőket mondta. Képzelje, szerkesztő úr, nem tudok ünnepelni, mert ugyanaz a csőcselé garázdálkozik az utcán, mint 56-ban. Pongrácz Gergely. Szépasszony vendégei között rendszeresen Feltüntetesztek különös alakok, hasonlóan a békás-megyeri kertekhez, amelyeket gyakran fölkeresnek a Rókahegy, a Nagykevély és más tájak lakói, fenyőrigók, szajkók, sőt, lakótelepi, de nevérek is. Ez alkalommal egy bőgatyás férfiú emelgette a szélős gazda rizlingtől aranyos poharat. Szarka fia, László néven mutatkozott be, és honfiúi lelkesültsége ez illő módon az 56-os forradalommal kapcsolatos mesét mondott. Miután Pongrász Gergely hazajött Amerikából, meghívták az orosz követségre. Elment. Amikor belépett valami ügyvívő fogadta, azután a nagykövet. Ő rögtön a társaság középpontjába vezette, s rövid, de megrendült beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Történelmi esemény, hogy az ellenünk harcoló egykori korvin közi parancsnok bejött az orosz követségre. A meghívottak lelkesen tapsoltak. Gergely kivárta türelmesen, hogy szóhoz jusson, majd csöndesen mondta. Nem az a történelmi esemény, hogy bejöttem, hanem az, hogy ki is fogok menni innen.